Június végére minden diák, aki sikeres érettségi vizsgát tett, a kezébe kapja a bizonyítványát, és ezzel egy időben megszűnik a családi adókedvezmény igénye is. A szülők többsége még az év elején nyilatkozatot tesz a munkáltatójánál, hogy gyermeke után adókedvezményt kíván érvényesíteni. Viszont sok esetben elfelejtik azt, hogyha a diák sikeresen leérettségizett, akkor a jogosultság megváltozik, és ha nem tud a munkaadó róla, akkor az később az adóbevallásnál kibukik. A tanulmányok végén megszűnik a családi pótlékra való igény is, erről a család határozatot kap a kormányhivataltól. Viszont az adózásnál a fő szabály, hogy az adókedvezmény egy-egy gyerek után addig jár a szülőnek, ameddig a gyermeke után családi pótlékra, nevelési ellátásra, illetve iskoláztatási támogatásra jogosult. Hogy ekkor mit kell tenni? Július hónapra vonatkozóan a munkáltató felé nyilatkozatot kell tenni a változásról, mégpedig úgy, hogy az érettségizett gyerek már nem lesz sem kedvezményezett, sem eltartott. Ha viszont tovább tanul, például középfokú intézményben és szakképzésen vesz részt, akkor szeptembertől ismét közoktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat, így annak a tanévnek a végéig kérheti a szülő a családi pótlékot, amely évben a gyermek betölti a 20. életévét, és az adókedvezményre is eddig lesz jogosult. A családi pótlék és az adókedvezmény nem jár automatikusan, ezért azt ismételten igényelni kell az érintett gyermekre vonatkozóan. Az igénylő lap a kormányhivataltól kérhető, melyhez csatolni kell az iskolalátogatási igazolást. Az egyetemisták és a főiskolások után nem jár családi pótlék, így nem jár családi adókedvezmény sem. Azonban, ha van a családban olyan kisebb gyermek, akire tekintettel még jogosult a szülő a családi pótlékra, akkor a felsőfokú tanulmányokat folytató diák a családi pótlék összegének megállapításakor a létszámba beszámít.